Alkotni öröm és boldogság címmel nyílt tárlat csütörtök délután a Hevesi Iskola galériájában. Gyerekek, állatok és híres emberek portréi is megtalálhatók Gálmel Inda, nagykanizsai autodidakta alkotó rajzai között. Az összeállítás május 13-áig látogatható. Néhány évvel ezelőtt ígérte meg Lengyák István galéria vezető pedagógus Gálmel Indának, ha ugyanakkor a lelkesedéssel dolgozik később is, mint kezdetben, akkor szervez neki egy önálló kiállítást az iskolában. Ez csütörtökön megtörtént. Az nekünk külön nagy öröm, hogy most már nem csak a tanítványaink, hanem az esti megnyitó majd 18 órakor a nagykanizsai felnőtt közönség is találkozhat egy kiváló nagykanizsai amatőr képzőművésszel. Melindát már gyerekkorától kezdve foglalkoztatta a rajzolás, de csak a 30-as éveiben vett részt először egy jobb agyféltekés tanfolyamon. Mint elmondta, leginkább az emberi arcot és tekintetet szereti megjeleníteni. Az amatőr alkotó pasztelkrétával és ceruzával készíti a műveit. Hát ezen a kiállításon körülbelül 70 képem látható, és mindenképpen úgy szerettük volna összeállítani, hogy így a gyerekekhez illő témák legyenek, tehát ilyen állatok, ember és állat, barátsága, érzelem kifejező rajzok, illetve hoztunk egy-két portrét a híres emberek közül, akit úgy mindenki felismer. A következő kiállítás májusban az intézmény diákjainak rajzaiból nyílik az aulában.